Egy részlet a Shoot for Earth forgassa földért filmkészítő verseny legutóbbi nyertes alkotásából. A kezdeményezés még 2004-ben indult Szexárdról Kindl Gábor ötlete alapján. Legutóbb az idei év szeptemberében várták az egyperces, mindössze 24 óra alatt kizárólag telefonnal készített kisfilmeket, melyek az élelmiszerpazarlás problémájára hívták fel a figyelmet. A forgassa földért alapítvány és a Pécsi Tudomány Egyetem Szexárdi Kara egy új együttműködési megállapodást kötött egymással. A lényeg az, hogy a Forgassa Földért programot a PTE és a karunk befogadja, a jövőben is befogadjuk, segítjük, infrastruktúrális hátteret, emberi erőforrás segítséget adunk a program megvalósításához, és hát nyilvánvalóan minden kapcsolatunkat mozgósítani fogjuk az ügy érdekében, tehát fölhívjuk minden figyelmet arra, hogy itt van egy nagyon-nagyon életképes, nagyon izgalmas program, ami nagyon ráhangolódik a fiatalok gondolkodására, képi világára. Az együttműködés keretében 2025 elején Amerika, Los Angeles ad otthont a következő játéknak, de az egyetem egy média műhelyt is létrehoz a filmkészítő programmal együtt középiskolások számára. Amely nem csak oktattani, de lehetőséget is ad a fiataloknak arra, hogy megmérettessenek, tehát versenyek, vetélkedők keretében mutassák meg, mit tanultak a nagymesterektől, mit tudnak erről a műfajról, és hát örülnénk annak, hogyha ők a jövő versenyzői is lennének. A két fél közötti együttműködés 2021 óta folyamatos. Annyira korszerű, annyira modern dolgokat foglal magába a játéknak a lebonyolítása, és annyira egyszerű, hogy bárki bárhonnan be tud kapcsolódni, és érdeklődik. Ha már pont néztük most is a különböző statisztikákat, amik megjelennek az interneten, hogy honnan kerestek rá az oldalra, és a világ minden tájáról rákerestek, vannak országrészek, illetve világrészek, ahonnan többen kerestek rá. A jövő évi versenyek témái a Vízvilágnapja és a Földünkért Világnaphoz csatlakoznak majd.